Kedves zeneszerető barátaink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket az immáron 12. alkalommal megrendezésre kerülő Schmidt Márton emlékkoncerten a szervező János Somorjai Fúvós Egyesület nevében. Külön köszöntöm a Schmidt és Varga családot, Lőrinc Györgyöt, János Somorja várospolgármesterét, Bella Zsoltot, János Somorja város alpolgármesterét, Kemp Ákost, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Lakmerné Fürdős Klárát, a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, valamint a képviselőtestület megjelent tagjait. Koncertünk a hagyományokhoz hűen ingyenes, adományokat viszont köszönettel elfogadunk, amelyet egyesületünk működésére fordítunk. Kérnénk továbbá, hogy amennyiben tehetik, támogassák egyesületünk működését adójuk 1%-ának felajánlásával is. Önöknek csak pár kattintás, nekünk viszont hatalmas segítség. Minden befolyt forintért rendkívül hálásak vagyunk, azt a hangszerek felújítására és a repertoárunk bővítésére fordítjuk. Amennyiben erről bővebb információt szeretnének, keressék fel egyesületünk Facebook oldalát. Köszönjük szépen! Elmondhatjuk, hogy tavasz van, ez a megújulás, a kikelet időszaka az élővilágban. A napsugarak már tudnak bőrpírt okozni, a zengő, bongó bogarak bontogatják szárnyaikat, és élvezik a langyos szellőt. És ha mélyen beleszippantunk a levegőbe, érezzük a környező fák virágainak semmivel sem összetéveszthető illatát. Tavasz van. A János Somorjai Fúvós Egyesület életében ez az időszak nem csak a színes, szagos világról szól, hanem a megemlékezésről is. Több mint egy évtizede ugyanis hagyományosan ebben az évszakban tartjuk emlékkoncertünket, amellyel egykori zenekarvezetőnkre és karmesterünkre, János Somorja város díszpolgálára, Schmidt Mártonra, Marci bácsira emlékezünk, és munkássága előtt tisztelgünk. És hogy miért tisztelgünk évről évre Schmidt Márton tevékenysége előtt? Azt talán dr. Kurunci Károly, János Somorja város korábbi polgármesterének szavai írják le a legpontosabban. Schmidt Marci bácsi neve összeforrt a zenekarral, és a zenekar is ő vele. Marci bácsi valószínűleg mosolyog ránk fentről, amikor látja, hogy egykori zenekara neki tetsző módon fúvó zenével emlékszik rá. Azonban sajnos nem egyedül figyel minket. Az idei koncertet együtt hallgatja már valakivel, aki a tavalyi esztendőben még itt, velünk együtt örült, akinek kedves mosolyát láthattuk és bátorító szavait hallhattuk. Marci bácsi és szerető felesége Ági néni mellett hallgat már minket vejük, a Schmidt Márton emlékdíj társalapítója, egyesületünk támogatója és nagyon kedves barátunk, Varga Alfréd Frédi is, aki hirtelen távozott közülünk 2023 elején. Kérem Önöket, hogy álljunk fel, és néma főhajtással emlékezzünk rá. Frédi, köszönünk mindent, nem feledünk. Ma két helyi kulturális társulat, két János Somorja kultúrájáért címmel kitüntetett művészeti csoport fogja Önöket szórakoztatni három részletben. A házigazda, János Somorjai Fúvós Egyesület kis formációja már el is foglalta a helyét a színpadon. Az Egyesület év elején benevezett a Magyarországi Németek Kulturális Egyesületeit tömörítő Landesrat által kiírt
fúvószenekari minősítőre, amelyen az Egyesület a színpadon látható formáció képviselte, és a zsűri méltató gondolataival kísérve ezüst minősítést ért el. Az erre a hangversenyre összeállított műsorból hallhatnak ma ízelítőt. Ezen a koncerten csendül fel a bevezető zeneszámként elhangzó induló, Búzás Bálint szerzeménye, a Schlagfertigmarsch. Most pedig következzen egy jellegzetes magyarországi német stílusú darab, egy Lindlert hallhatnak Farkas Antal tollából, Aus der Fremde, majd harmadik zeneszámként az egyik leghíveresebb morva zeneszerző, Ladislav Kubes Prerovanka polkája lesz hallható, amelyhez jó szórakozást kívánok. Vezényel Dravecki István. Thank you.
A következőkben fogadják szeretettel a Canto Excolo Kamara kórust. Az énekkar közel két évtizede pontosan e falak között alakult. Az énekkar 2004 óta négy szólamú kamarakórusként működik, és a helyi tagok mellett a környékről is érkeztek énekesek, hogy az énekegyüttes tagjai lehessenek, azt erősítsék. Számtalan sikert értek el az elmúlt 19 esztendőben. Kétszer is aranydicsérettel fokozattal kaptak a rendre neves döntököktől, és ezt a minősítést több ízben is sikerrel megvédték. Rendszeres résztvevői, sőt akár házigazdájai is kórus találkozóknak. Jelenleg is egy ilyen rendezvényre készülnek, az év májusában Vasváron lépnek fel. A kórus rendszeresen részt vesz városunk rendezvényein, de több ízben jártak már Németországban, Ausztriában és testvértelepülésünkön a felvidéki Nagyfödémesen is. A közös éneklés nem csak szórakozást jelent a tagok számára, a minél színvonalasabb és nehezebb számok elsajátítása kihívást jelent számukra. A közös éneklés öröme, a jó hangulatú kóruspróbák a mai napig összetartják a közösséget. Vezetőjük a megalakulás óta Bátori Attila zenetanár. A többféle műfajt kedvelő énekkar ma estére különböző korok dalaival készült, egészen a barokkortól kezdve a kortárs művekig bezárólag válogattak. Hallhatják például Hassler Ünnepre jöttünk című művét, amelyet a kórus kimondottan a ma estére elevenített fel. Majd Mozart Új tavasz ébred kezdetű dala, a már minnyájunk által nagyon várt és talán már itt kopogtató tavaszt köszönti. A francia reneszánsz reneszerzőtől, Pierre Cernontól pedig egyik legkedvesebb dalukat, a Piaci plegykákat adják elő. Ezután három 20. századi magyar zeneszerző műve következik, Farkas Ferenc Pataki diákdalok, Ádám Jenő három népdal, Petrovics Emil Játszik a szél című szerzeményei. Majd egy néger spirituáli, az Ógia hullám csendül fel. Végezetül pedig a Secret Garden korunk ír-norvég együttesének könnyű zenei négy szólamú kórus művét, a közismert You Raise Me Up című dalt hallhatják. Kérem a színpadra a Canto Excolo kamarakórust, műsorukhoz jó szórakozást kívánunk!
ötve, télen nyáron mindenkor vár a pénze öbölve, somjat oldva, hűvös lény, mégis ránkhoz tőle, tölt az a széles ma, éles álom bőre, somjat oldva, hűvös lény, mégis ránkhoz tőle, tölt az a széles ma, éles álom bőre, kedves erre fordatom, néktek önként mondom, minden gondom itt hagyom, sőre borba folytom. Mámor ízű levegő, fölszintja a vágya, ez a kocsma temető, meghalik a bánya. Mámor ízű levegő, fölszintja a vágya, ez a kocsma temető, meghalik a bánya. Chondo.
dónom, deszkakácson, dónom, dónom, deszkakácson, ment a furon, ment a jaj, de furcsa nóta, ez a cifra nóta.
Zárásként következik újra a házigazda, immáron teljes létszámában. Az 1965-ben alapított János Somorjai Fúvós Egyesület, János Somorja város egyik meghatározó művészeti társulása, amely a közel 6 évtizedes működése alatt számos elismerést szerzett határainkon innen és túl. Az egyesület célja a fúvós zene népszerűsítése mellett a közösségépítés, továbbá, hogy lehetőséget biztosítson tagjainak az aktív időtöltésre, a gyakorlásra, a fellépésekre városunkban, vagy akár távolabbi helyszíneken. Rendszeresen vesznek részt közreműködőként az állami és önkormányzati rendezvényeken és fúvós fesztiválokon is. Az immár a város fiatal fúvósait is tömörítő zenekar repertoárja ennek megfelelően ki is bővült, és a hagyományos fúvózenekari darabok mellett megjelentek a modern zene számok is. A zenekar koncertjei ékes példái annak, hogy egy polka és egy filmzene kényelmesen elfér egymás mellett a színpadon. Az első zenedarab nagy kedvence a közönségnek. Kislak egy sokat játszott holland zeneszerző, aki számos fúvózenekarra írt, vagy arra átdolgozott zeneszámot jegyez. A következőben a szerző egy saját szerzeménye lesz hallható, amelyben a zenetörténelem leginspirálóbb témájához nyúlt, a szerelemhez. Blak a szép hosszú dallamokkal a szerelem szenvedélyét formálja meg. Művének címe is sokat mondó, My Secret Love Song, vagyis titkos szerelmi dalom. Trombitán szólózik a János Somorjai Fúvós Egyesület és a Szent Johann Erblek trombitása, Venesz József Bálint. A szerelem dallama után pedig egy pörgős zeneszám következik, érkezik a 80-as évekből Rick Astley és a Never Gonna Give You Up.
A The Beatles a világzene megkerülhetetlen együttese volt az előző évszázad második felében. A zenekar mai napig tartó népszerűségét egy amerikai felmérés is kitűnően tükrözi, a ma emberét arra kérték, hogy nevezze meg azt az angol zenekart, amelyik először az eszébe jut. 10-ből 9-en a The Beatles-t mondták, úgy, hogy a felmérés idején már több mint 40 éve nem létezett az ikonikus liverpooli együttes. Népszerű dalaikból Willie Hautwast komponált egy fantasztikus egyveleget, amelyhez jó szórakozást kívánunk. Vezényel Dravecki István. Thank you.
Koncert végéhez közeledve elérkezett az idő, hogy az esemény egyik fénypontjaként átadjuk a Schmidt Márton emlékdíjat. Felkérem Marci bácsi lányát, Valga Alfrédné Ágit, hogy adja át az emlékdíjat. Jó estét kívánok! Hálás szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos és varázslatos estén. A Schmidt Márton emlékdíjat 2010-ben alapítottuk fiatal zenei tehetségek számára. Olyan tehetségeknek, akik a tehetségük mellett fegyelmezettek, kitartóak, és ezzel is segítik a zenekarnak a sikeres munkáját. Az idei Schmidt Márton díjat Kodály Zoltán gondolataival ajánlanám. Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. Köszönöm szépen! És akkor szeretném először ide magam mellé szólítani a idei év díjazottját. Kérem szépen jöjjön ide ki mellém Pilisi Cecília. Pilisi Cecília 2016. szeptemberében kezdte el zenei tanulmányait a helyi alapfokú művészeti iskola fafúvós tanszakán. Két év furúja előtanulmány után váltott klarinétra, mely hangszeren játszik a mai napig is. A kamarazenei munkát 2019-ben kezdte el. Először egy három fős kis csapattal, majd pedig a Covid miatt a zeneiskola tanterméjébe szorult kis zenekarral. Cili első perctől lelkesen és szorgalmasan vett részt a zenei órákon és a próbákon is természetesen. A gyakorlás és a kitartás meg is hozta a gyümölcsét, hiszen már 2020-tól tagja lett a nagy zenekarnak, sőt, mostanra már az első szólamot fújja. 2022-ben a zeneiskolai trióval sikerrel szerepeltek a második Mosonmagyaróvári Regionális Zeneiskolai Kamarazenei Találkozón is. Már több éve rendszeres résztvevője a zenekar nyári táborának. Cili szorgalmáról és a közösség iránt tanúsított pozitív hozzáállásáról az is tanúskodik, hogy szinte sosem hagy ki próbát. A próbákra elsőként érkezik, és természetesen, amióta a zenekar aktív tagja, minden fellépésen számíthatunk a jelenlétére. Szorgalmával, zeneszeretetével és a közösség iránt tanúsított rendszeres munkájával jó példát mutat a zenekar minden fiatal tagjának, így az Egyesület elnöksége nagy örömmel javasolta őt erre a díjra. Nem haragszik meg az Isten, hogyha egy icipici kis kiegészítést tennék, hogy az első hölgy, aki a Schmidt Márton díjat kapja, és külön szeretném. Ünnepi pillanatok után pedig következzék egy rendkívül népszerű amerikai mozinak a főcímdala. A film kassza siker lett, több részt is forgattak belőle, szám szerint 5-öt. Nem véletlenül, hiszen parádés szereposztása, misztikus, ám humorral is bőven meghintett története milliók rajongását váltotta ki szerte a világban.
a János Somorjai Fúvos Egyesület zenekara erőszeretettel nyúl e film főcím dalából készült feldolgozásokhoz. Most következzék ez Klaus Badett átiratában, a Karib-tenger kalózai filmzene, vezényelt Ravecki István. Tisztelt zeneszerető barátaink! Elérkezett a búcsú ideje. A szervező János Somorjai Fúvós Egyesület a következő zeneszámmal szeretné megköszönni,
hogy ellátogattak koncertünkre. Még egyszer szeretnénk megköszönni kiváló barátainknak, a Kántó Exkoló Kamarakórus tagjainak, hogy műsorukkal emelték emlékkoncertünk fényét. Remélhetőleg mindenki megtalálta ma is a kedvére valót. Amennyiben tetszett a koncertünk, kérjük önöket, vigyék jó hírünket. Ha a jövőbeli programjainkról első kézből szeretnének értesülni, akkor kövessék az Egyesület vagy a Szent Johanner Black Facebook oldalát. A koncertet követően egy kis beszélgetésre invitáljuk önöket az előtérbe. Következzék zárásként egy olyan dal, amelynek címe remélhetőleg kifejezi a tisztelt közönség jelenlegi hangulatát, és úgy távozik majd ma koncertünkről. I feel good, vagyis jól érzem magam. James Brown, I feel good. További szép estét, viszontlátásra. Legyen a zene mindenkié. Lilinek is köszönjük szépen, minden évben és minden koncertünkben számíthatunk rá.